A kereszténységben január 6-a vízkereszt, vagy a három királyok, másképpen a napkeleti bölcsek ünnepe, illetve a karácsonyi 12-et záró napja. Ezen a napon a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumában Kocsis Sándor plébános a katolikus egyház egyik legfontosabb ünnepéről, Jézus Krisztus megjelenéséről tartott adorációt, amit vízszentelés követett. A lelkipásztor először a sót áldotta meg, amit szentelő imádság közben elvegyített a vízben. Ez a szertartás a bölcsességnek és a bűntől való lelki tisztaságnak a jelképe, amellyel azt akarják kifejezésre juttatni, hogy Jézus itt van köztünk. Kocsis Sándor arra kérte Istent, hogy akármit is érint vagy meghint a szentelt víz cseppje, az legyen egészen tiszta, minden ártó hatalomtól mentes, valamint távozzon és szűnjön meg minden titkos kor, ami az épületben élők épségét vagy nyugalmát veszélyezteti. A katolikusok körében ez egy nagyon nagy erőforrás, hiszen megtisztítja és isteni erővel ruházza fel azt a helyiséget, amelyet meghintenek vele. Január 6-án kezdődik a házszentelések időszaka. Ekkor alakult ki az a szokás, hogy a pap a bejárati ajtófélfára felírja az aktuális évszámot és a CMB-t, amely eredetileg egy latin áldás kezdőbetűi. Christus Mansionem Benedicat, ami azt jelenti, hogy Krisztus áldja meg a tartózkodási helyünket. Egy másik értelmezés szerint a napkeleti bölcsek nevének kezdőbetűjét jelzik, Gáspár Menyhért és Boldizsár királyokét. A katolikus szertartást követően Kocsis Sándor megáldotta az osztálytermeket, a benne tanuló diákokat és pedagógusokat, hogy Isten gondviselő szeretetével segítse őket a következő fél évben is.